Ez a pécsi Lánc utcai lakótömb, ahol önkormányzati garzonlakásokat találunk. Az ingatlannal állandó problémák vannak elsősorban az önkényes lakásfoglalók miatt. A házról kérdeztek a képviselők a keddi közgyűlésen, ugyanis elkezdték kiköltöztetni a lakókat az épületből. Mit tudnak önök a Lánc utca elmúlt időszakban történő társasházat érintő kiürítéséről? Milyen döntés nyomán történt ez? Nem tudom, hogy a nyilvánosság tud-e arról, hogy lépcsőházak vaslemezzel történő elzárása, illetve átjárók lefalazása is megtörtént. Milyen döntés nyomán zajlott ez a folyamat? De a városi Fidesz frakcióvezetője és a Lánc utcai állapotokra volt kíváncsi a testületi ülésen. Jelenleg információnk szerint már 80 lakás az üresen áll, és ez a következő hónapban 120-ra emelkedhet, viszont elakadt az egyeztetés a lakásgazdálkodási stratégiával kapcsolatban, már pedig az lenne az alapja annak, ugye, hogy milyen módon töltjük meg újra a házat, és a Lánc utcai egykori garzonház az milyen módon tud végre egy rendezettebb viszonyrendszert kapni. Ezekre a kérdésekre kért választ a frakcióvezető is. Kérdeztük a szociális ügyekért felelős alpolgármestert a Lánc utcai tömbről, de Nyőgéri Lajos nem akarta a kameránk elé állni. Végül az ülésen a Népjóléti Bizottság elnöke, Fogarasi Gábor és Nyőgéri Lajos alpolgármester válaszok helyett jelezték, hogy 15 napon belül írásban fognak reagálni majd. Közben ezek a fotók jelentek meg a sajtóban. Lánc utca 8 zárva olvasható a frissen felhúzott, lefalazott részen. A másikon pedig egy vaslemezzel zárták le az egyik épületrészt.